December 9-én tartották Kistarcsán a Mindenki Karácsonyát, mely a város önkormányzata és a kistarcsai vállalkozók baráti körének közös szervezésében került megrendezésre a Csigaház előtti téren. A kirakodóvásár mellett a december 2-án felállított korcsolyapálya várta a sportolni vágyó vendégeket. Délelőtt az iskolából jönnek hozzák a gyerekeket tornóra keretében, az természetesen ingyenes, és délután 2-től pedig lehet jönni bárki a pályára, és ki tudja próbálni. Van egy kis meglepetésem is ezzel kapcsolatban. Nagy valószínűséggel a téli szünetben a kistarcsai gyerekek teljesen ingyen használhatják majd a pályát. Jelenleg pár száz forintot fizetni kell érte, de javasoltam a polgármesternek és a képviselőtestületnek, hogy ezt függesszük fel a téli szünet idejére, hogy hát akkor többet, akár minden nap kijönnek a gyerekek. Tehát ha van saját korcsolyájuk, akkor ingyen használhatják, ha nincs, akkor egy minimális díjért akkor tudnak korcsolyát bérelni, de maga a használat az ingyenes lesz a téli szünetben. Elég színesre sikerült a mostani adventi időszak, amiben a művelődési ház munkatársainak és a vezetőjüknek, Szilárdi Lászlónak igen nagy szerepe volt, úgyhogy köszönöm a munkájukat, és örülök annak, hogy sikerült egy pár órás programból eljutnunk odáig, hogy most már egy több héten keresztül tartó programsorozatnak tudunk ilyenkor decemberben elébe nézni. A gyerekeket és felnőtteket forró tea, házi finomságok és természetesen a Mikulás fogadta. Hát minden évben megpróbáljuk egy kicsit fejleszteni a programot. Idén ugye plusz dolog a programban, jégpálya, büfét, karácsonyi vásárt szerveztünk ide, ezt is kibővítettük. Nagyon fontos volt, hogy helyi és környékbeli kézműveseket hozzunk ide, hogy ezzel is megtartjuk a lokális jellegét, úgy, mint egy városközpont, amely ide vonza a különböző kézműveseket és különböző árusokat. Kóstolásra is van lehetőség, sajtokat kóstolhatnak a emberek, a látogatók ez mellett gesztenyét kóstolhatnak, süteményeket, pogácsát, és nagyon rengeteg finomságot, ami valamilyen szinten a karácsonyi gasztronómiával össze lehet kötni. Van bírsalma sajtunk, vannak tehén sajtjaink, kecske sajtaink, többféle fajta ízesítésben. Van öthagymás, csípős paprikás, kapros, köménymagos, diós, ötféle hagymás, metélő hagymás, és van paranicánk is, ő is lila hagymás és kolbászos. A Csigaházban kézműves foglalkozások és a Holló Együttes interaktív koncertje várta a legkisebbeket. Mit mond az agresszív malacka? Ha megállt a szívem. Ha mit mondtál? Jaj, nekem! Ha nagyon ügyes, amilyen kicsi van ügyes. Szuper! Mit mond a hegyes szakállú, hegyes szarvú kecske? Kell. Azt mondja, jó napot kívánok, én vagyok a kecske. Hát akkor már ember lenne, hogyha tudna beszélni az a kecske. Be. Be! Hát azt csak akkor mondja egy kecske, hogyha szerelmes a birkába. Megint én súgtam a butaságot, ne haragudj, te azt akartad mondani, hogy meg. Most meg. Meg, nagyon jó! Segítesz nekik? Meg. Mi lesznek a kecsi? Mit mond a lovacska? Szuper! Figyelem, annyira ügyesek a játszópajtások, nosza! Hamarjában induljunk egy falusi vásárba! Én elmentem a vásárba. Tyúkot vettem a vásárba. Tyúkom mondja. Kitráka. Kári kicsom, édes tyúkom, mégis van egy. Már is megyünk tovább, figyelem! Én elmentem a vásárba. Kacsát vettem a vásárba. Kacsám mondja. Ha, pá, pá. Nagyon jó. Tyúkom mondja. Kitle.
Barikítjom édes csukom, mégis van egy filpin. A koncertet követően az Ákon Bákon Bábszínház Moha és Páfrány című előadását nézhették meg a gyerekek. Hát télen annyi mindent lehet csinálni, mi minden telet átalszunk, de végre mehetünk síelni. Nem szeretek síelni. Utálsz? Hóembert építeni? Nem szeretek hóembert építeni. Hát akkor szánkózni? Nem szeretek. Az a baj, hogy te semminek nem tudsz örülni. Nézd, befagyott a pocsolya. Van kedved csúszkálni? Tudod, hogy nagyon fázom. De hogy van kedvem csúszkálni. Teljesen átfagytam. Inkább tudod mit? Megyek és iszom egy jó meleg teát. Jó, de ha már főzölt járt, akkor csipkebogyót főz, az a kedvencem. Jól van, főzött neked csipkebogyó teát. Te pedig vigyázz magadra! Most már ne csinálj semmi bajt! Jó. Na? Nem tudod semminek sem örülni. Ti szeretted csúszkálni? Igen! Még hogy a télben nincs semmi, jó? Na, ki is próbálom. Na, lássuk csak. 1, 2, 3. Hát ez csoda, jó? A báb előadás után a nagyobbak és a felnőttek a kétszeres fonogramdíjas magyar rapper Deniz koncertjét hallgathatták meg. Én a cigit 10 év után se tettem le, pedig az életem szálonként elvettem. És én tudom jó, hogy mire születtem, mert én hangjegy vagyok a süket. Soha ne add fel, érd el az álmaid, ha kudarcok ne törjék. Na gyerünk, állj fel, próbáld meg még egyszer. Nem létezik olyan, mint nem érhetsz el. Soha ne add fel, érd el az álmaid, ha kudarcok ne törjék. Na gyerünk, állj fel, próbáld meg még egyszer. Nem létezik olyan. Az ünnepek alkalmából feldíszített város fényeiben gyönyörködhettek kicsik és nagyok, a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sikerű, este 7-ig közlekedő hangulatos karácsonyi kisvonatról. Thank you.